Balog Marianna elmondta, a település történetének egyik legfontosabb infrastruktúrális beruházása zajlott az elmúlt időszakban. Elkészült a teljes települést lefedő szennyvízhálózat, valamint az új szennyvíztisztító telep, amelynek a befogadási és tisztítási képessége mintegy négyszerese a korábbinak. Településünk életében az egyik legfontosabb infrastruktúrális fejlesztés zajlott az elmúlt időszakban. A beruházás településünkön 2018. júniusában kezdődött el, és mára elkészült az egész település lefedő hálózat. 1832 ingatlan tud már élni ezzel a lehetőséggel. Idén áprilisban kezdődhettek meg a lakossági rákötések, az azóta eltelt időszakban pedig közel 500 ingatlan tulajdonos csatlakozott amint a továbbiakban is nyilvánvalóan népszerűsíteni és hirdetni kell, hogy nagyobb legyen a lakosság részéről a rákötési kedv. Az új szennyvíztisztító telep a korábbi 250 köbméter helyett napi 981 köbméter kommunális szennyvíz befogadására és tisztítására képes. A beruházás előtt mindössze a lakó ingatlanok 8%-ánál volt kiépített csatornahálózat, közölte. Jelezve azt is, hogy a lakossági rákötések már több száz ingatlan esetében megtörténtek. Településünkön a beruházás megelőzően a csatornahálózat csak a lakó ingatlanok körülbelül 8%-ánál volt kiépítve. Nagy mértékű volt a talajterhelés, ezért környezetvédelmi szempontból elengedhetetlenné vált, hogy a településen bővítsék a hálózatot, ezzel együtt a meglévő tisztítóüzem átépítése és kapacitásának növelése is szükségessé vált. Ezzel a beruházással településünkön is hosszú távon csökkenteni lehet a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését. A létrehozott minőségi környezet mind társadalmilag, mind gazdaságilag vonzó lehetőségeket kínál az itt letelepedni kívánó lakosok és vállalkozások számára, hiszen a vonzó környezet megteremtése az első lépcsőfoka a gazdaság fejlődésének. A polgármester beszámolt arról is, hogy a településen hamarosan elkezdődik a csapadékvíz elvezető beruházás első üteme a terület és településfejlesztési operatív program pályázatán nyert, csak nem 400 millió forintból. Ahogy polgármester asszony fogalmazott, Kumadras egyik legnagyobb infrastruktúrás beruházása valósult meg, és kerül átadásra mind a lakosság, mind a helyi vállalkozások számára hanem azért is, mert ez a térség szempontjából is egy nagyon fontos beruházás, ha nem is infrastruktúrális szempontból, hanem úgy, hogy környezetvédelmi szempontból. Évek, évtizedek óta érzékelte a térség, hogy a kumandarasi szennyvíztisztító rendszer előregedése korszerűtlen mi volta, komoly környezetterhelést rakott a térségre komoly környezetterheléssel fenyegette mind kumadaras lakosságát, mind pedig a térségben élők és gazdálkodók, valamint a vadállománynak a biztonságát is. És ezzel a beruházással nagyon komoly lépést tett előre kumadaras. Mind infrastruktúrálisan, mind környezetvédelmi szempontból, mind pedig a lakosság életminősége és az ide betelepülő vállalkozások körülményének biztonságossága terén. És hogyha arra gondolunk, hogy milyen infra infrastruktúrális beruházások várnak még kummadarasra, akár a 34-es számú főút teljes burkolatának felújítása, akár a tisztatóba bekötő kerékpárút kivitelezése, akár új munkahelyek iparterület létrejötte és az ezekhez szükséges infrastruktúra biztosítása, akkor láthatjuk, hogy Kumadaras felkészült arra, hogy ne csak a saját lakosságának, ne csak a könnyébeli településeknek, hanem az ide betelepülni vágyó vállalkozásoknak is egy olyan felületet biztosítson, ami vonzóvá teszi kumadarast, fölteszi a térképre, és ehhez a megyei önkormányzat és Magyarország kormánya is minden segítséget igyekszik megadni, hogy azok a tervek, amivel Kumadras készül a jövő kihívásaira, készül arra, hogy jobb életminőséget biztosítson a lakosság, és jobb vállalkozási feltételeket az itt működő munkáltatók számára, ezek a tervek, ezek valóságá váljanak, és még hogyha sokáig is tart a tervezés, még hogyha a szomszédunkban dúló háború, az inflációs nyomás vagy az asszály nehezíti is a tervek megvalósítását, de nem akadályozhatja meg. Ezek a tervek, ezek fent vannak a tervezőasztalon, folyamatosan készülnek, és kumadara számára meg fogják adni azt az esélyt, amit az itt élők el is várnak, mind a térség országgyűlési képviselőjétől, mind a megyei önkormányzattól, mind Magyarország kormányától, hiszen ezeknek a forrásoknak a biztosításával Gummadaras jövőben is élni, élni fog, fejlődni fog, és ez az elkövetkezendő évszázadokra megpecsételi a térség fejlődésének motorját, az infrastruktúrális beruházások létrejöttét. A projekt a tervek szerint jövő nyáron ér véget. A beruházás során 2800 méter bel és csapadékvízvédelmi létesítmény épül ki.